Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Longauer Andrást hallhatják, ez a Moszkvatér adása. A mikrofon mögött pedig már itt van velünk a stúdióban Stier Gábor, a Moszkvatér.com főszerkesztő, akit nagy szeretettel köszöntünk a stúdióban, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Szervusz és üdvözlöm a hallgatókat, egyúttal szeretném közölni mindenkivel, hogy ez folytatása, ez a mostani adásunk annak az eddig 18 részlet, részt megélt Moszkvatér Plusznak, amelyben különböző, ez különböző módon fog próbáljuk megvilágítani a híreket, most így. Ebben az adásunkban pedig sajnos egy szomorú hírrel kell foglalkoznunk, ugyanis Ked hajnalban felrobbantották a dél-ukrajnai Novák Kahovkában található gátat, hogy pontosan kiáll az akció mögött, azt nem lehet tudni, mert az oroszok és az ukránok egyaránt egymást vádolják, a robbantás következtében pedig több tucat települést önthet majd el az árvíz néhány órán belül. Elsőként talán kezdhetnénk onnan, hogy valóban kevés információ áll rendelkezésre, és tényleg nehéz megbecsülni, hogy kiáll a háttérben. Hát, hogyha az információs zajban próbálunk eligazodni, akkor nehezen. Hogyha logikát keresünk, ami szintén azért egy háborúban, néha, néha nem egyszerű, akkor azért könnyebben. Kezdjük azzal, hogy mi is történt. Mi történt éjjel kettő és három óra között, bedőlt, berobbant a Novakahovkai vízerőműnek a a gátja. Ezt az erőművet már korábban is lőtték, tehát az egyik zsilip kaput azt kilőtték, most viszont ennél nagyobb a baj. Tehát beomlott maga az, a, az erődítés is, tehát a gát. Ami azt jelenti, hogy Szinte, egy új, szinte új építkezés kell ahhoz, hogy, hogy valamikor is, hanem hát a háború ideje alatt, hiszen folyamatosan lövik az ukránok most is az, a, a, a víztározót és környékét, de de hogyha egyszer béke lesz, akkor is egy, egy új gátat kell építeni, ami egy nagyon-nagyon komoly beruházás. Itt nem, nem lehet toldozni, foldozni, ez itt a lényeg, hogy ez most a Novakahovkai víztározó gátja nagyon nagy károkat szenvedett. El kell mondani azt is, hogy hogy Novakahovkáról most már a, hát a háború első harmada utáni időszakban többször is beszéltünk, többször is beszélünk, hiszen félő volt, hogy ez, ami most történt, ez bekövetkezik. Az, hogy bekövetkezett, az azt is mutatja, hogy a háború újabb fokozatra kapcsol, lépett, eldurvul, nincsenek már tabuk, én remélem, hogy még a, a zaporizsiai erőmű az tabu, meg, meg Szóval a következményeket viszont, ha nézzük, hogy, hogy mi történt a, a Nyeper alsó folyásán, tehát itt kiömlik a víz, Nyolc-kilenc falut azonnal a balparton evakuálni kellett, de a jobb parti Herszomban is emelkedik a víz. A Nyeper alsófolyásánál helyenként 5 méterrel emelkedett a víz, viszont hogyha ez a nagy árhullám lemegy, akkor a, a víztározó szintje az majd alacsonyabban fog beállni. Még a, a térképre nézzünk rá, tehát nézzünk rá, hogy ez hol van. Ez a, a, gátrendszer a zaporizsiai erőmű közelében van, ö, Energodár közelében, tehát az azt jelenti, hogy, ha katonai szempontból nézegetünk, akkor, akkor ugye az utóbbi időben nagyon sokszor fölmerült, hogy esetleg Energodár, meg meg is próbálkoztak átkelésen, Energodárt próbálják az ukránok ö, bevenni, vagy, vagy ott átkelni. Azon kívül még egy dolgot meg kell jegyezni, hogy a, a fősőbb folyásnál, fölsőbb szakaszon, tehát a, a gátrendszer fölsőbb szakaszán, vagy a víztározó fölsőbb szakaszánból indul, ott van a kiindulási pontja az Észak-Krími csatornának, amely a krím vízellátását biztosítja. Tehát azt is látni kell itt, hogy ha csökken a vízszint, akkor a krím vízellátása romlik. Tehát a krím vízellátásával is baj lesz. És akkor innen lehet majd a következtetéseket levonni, elind elindítani. Az minden esetre véleményem szerint rögtön leszögezhető, hogy hogy ha a logikát keressük az egészben, kinek az érdeke, akkor, akkor azt valószínűsíthetjük, és én kimerem jelenteni, egyértelműsíthetjük, hogy az ukrán félnek áll érdekében. Tehát az oroszok a saját pozícióikat nem rombolják. Tehát nem miért robbantanának fel egy olyan gátat, amelyet ők uralnak, miért robbantanának fel akkor, amikor ez a krímre negatív hatással van, az orosz balparti, nyeper balparti védőállások, védőállásokat, ha hát nem is tragikusan, de gyengít. Ehhez kapcsolódva hoznék ide két hírt is. Az egyik az az, hogy az ENSZ hivatalos Twitter fiókja az orosz nyelv világnapja alkalmából posztolt Twitteren, és erre rengeteg gyűlölködő és negatív reakció érkezett, és mindegyik azt ismételgette, vagy legalábbis nagyon sok azt ismételgette, hogy miért kell az orosz nyelvről posztolni pont azon a napon, amikor felrobbantották ezt a gátat, és ugye mindegyik posztoló Oroszországot vádolta a gát felrobbantásával. Egy másik hasonlóan érdekes hír pedig az, hogy az Európai Tanács elnökét megdöbbentette a Kahovkai gát felrobbantása, és azt is írta, hogy megdöbbentette a Kahovka gátnál történt példátlan robbantás, a polgári infrastruktúra lerombolása egyértelműen háborús bűncselekménynek minősül, ezért bíróság elé állítjuk Oroszországot. Függetlenül attól, hogy mi fog kiderülni, hogy kirobbantotta fel ezt a gátat, azért jogosan merülhet fel a kérdés, hogy vajon Bölcs dolog ilyen korán ennyi információ birtokában ilyen messze menő következtetéseket levonni, akár vezető politikusként, európai politikusként, akár magánemberként a Twitteren, a közösségi térben ilyeneket posztolni? Több kérdés is fölmerül ennek itt a fölvetésed kapcsán. Az... Kezdjük a második felével, tehát a, az a Európai Parlamenti twitter Hát Hát elég, elég szomorú az, hogy hogy ennyire, tehát felelős személyek ennyire indulatból kommunikálnak. Én én fölmentésként mondom, hogy indulatból. Azt fel sem tételezem, hogy ennyire tudatlanok. Lehet egyébként. Hát reménykedjünk, hogy nem. Remény, de azért reményhol meg utoljára. És, és akkor ennek kapcsán azt is el kell mondani, hogy annyiszor beszéltünk ezekben az adásokban arról, hogy miért démonizálják Oroszországot. Miért kell démonizálni, mert egyrészt zajlik egy információs háború, és az információs háború manapság az információ alapú társadalmakban legalább olyan fontos, vagy majdnem olyan fontos, mint az, hogy a fronton kigyőz. Tehát a, vegyük az adott esetet. Miért juthat mindenkinek azonnal eszébe az, legalábbis a nyugati burokban, mert ugye ennek az információs háborúnak az ilyen, az Oroszország démonizálását célzó hatása a nyugati burokban érvényesül. Miért juthat eszébe mindenkinek szinte az, hogy, hogy Oroszország volt az elkövető, Oroszország háborús büntkövetel, azért, mert jól felépítetten, az információs térben, a kommunikációs térben jól felépítetten megágyaztak annak, hogyha valami csúnya dolog történik, az csak az orosz fél követheti el. Hát nem. Egy háborúban nagyon-nagyon csúnya dolgok történnek, és minden oldalon, hangsúlyoznám. De ezt látni kell, hogy, hogy reflexszerűen gondolják és mondják, nem is rossz indulatúan, hogy, hanem reflexszerűen, hogy ez az oroszok voltak. Bele se gondol a, a, a hírfogyasztóknak a, a többsége abba, hogy ez miért lenne logikus. Ugye az előbb elmondtam, hogy miért nem logikus, miért sokkal inkább logikus, a, a, másik verzió, tehát, hogy Ukrajna volt. És az is logikus, egy mondatot még engedj meg, hogy az is logikus, hogy Ukrajna egy terror cselekményről el akarja terelni a figyelmet, a felelősséget el akarja hárítani, és az érintett felek egymást vádolják ilyenkor. Tehát az teljes mértékben logikus, hogy az ukrán propaganda, az ukrán katonai kommunikáció azonnal rátolja Oroszországra a felelősséget, és hogy ő volt az elkövető. Itt olyanokról beszélek, akik s úgymond vagyunk úgy semleges felek, vagy főképp a médiáról, hogy ne sugalják azonnal azt, hogy az oroszok voltak. Legalábbis kérdéseket tegyünk fel, kérdéseket tegyenek fel. A másik felére szeretnék szintén reagálni a kérdésnek, ugye az első felére. Ugye arról volt szó, hogy az orosz nyelv napja. És hogy hogy lehet robbantani az orosz nyelv napján. Hát kezdjük ezzel, azzal, hogy az ENSZ miért posztolja azt, hogy az orosz nyelv napja. Azért, mert ma van az orosz nyelv napja. Ilyen egyszerű dolgokat el kell magyarázni a háborús hisztéria közepette. És egyébként pedig megint csak mondok egy, egy kommunikációs logikát. Oroszország egyik legnagyobb szívfájdalma, és úgy gondolja, hogy, és én is úgy gondolom egyébként, hogy részben, hangsúlyozom részben, az vezetett a háborúhoz, hogy a Ukrajna az erőszakos, agresszív, ukránosítás jegyében nemcsak az orosz nyelvet, hanem az orosz kisebbség, de az összes kisebbségnek a jogait megsértette. Mindenek előtt az orosz, de az összes kisebbség jogait. Na most gondoljunk bele, hogyha az orosz nyelv napja van, akkor, és én nekem ilyen ö, föntartásaim vannak Ukrajnával szemben, akkor az logikus, hogy ezen a napon én valami nagyon-nagyon durva és csúnya dolgot művelek? Hogy azt össze lehessen kötni azzal, amit egyébként én fájlalok, és azzal arra szeretném felhívni a világ figyelmét, hogy figyeljen oda, mert itt a nyugati értékekkel, a demokratikus értékekkel szembe megy Ukrajna, amikor a kisebbségi jogokat, nem csak az orosz, hanem általában véve a kisebbségi jogokat sérti. Tehát, hogyha elkezdünk kicsit is gondolkodni, akkor rögtön rájöhetünk arra, hogy ez minimum arra, hogy ez nem olyan egyértelmű, hogy persze, hogy az oroszok voltak. És én, én tényleg még egyszer arra hívnám fel a figyelmet, hogy az átlag fogyasztó, hírfogyasztónak nem kötelessége mindezt tudni. A média feladata és a politikai elit feladata, legalábbis a nem közvetlenül érintett, most azért úgy látjuk, hogy az Európai Unióban úgy, úgy érzik, hogy ők közvetlenül háborúban állnak, de ezt, ezt le is zárom ezt a zárójelet. Tehát a, a médiáról beszélek, tehát a médiának kérdéseket kell föltenni, körül kell járni a dolgot. Azért, hogy olyan információk birtokában ö, dönthesse el az olvasó, hallgató, a befogadó, hogy mi is történhetett, a, amihez a támpontokat kap. Én most sem állítom, hogy biztosan úgy van, ahogy mondom, hanem azt feltételezem a logikus úgy lenne logikus, ahogy én ezt ö, gondolom, hogy, hogy mi történt. Ezen a ponton hoznék be egy olyan párhuzamot, ami talán érdekes lehet a helyzet megértéséhez. Amikor az északi áramlat felrobbantásáról szóltak a hírek és a közéleti diskurzus, akkor is megfigyelhető volt, hogy voltak olyan politikai szereplők, olyan média szereplők, akik azonnal következtetéseket vontak le, mindenki Oroszországot vádolta, és terrorcselekménnyel vádoltak őket, majd később, amikor ugye akár szivárogtatott dokumentumoknak köszönhetően, akár más felmerült, előkerült információknak köszönhetően más országok kerültek a vád célkeresztjébe, akkor nem foglalkoztak ugyanilyen lelkesedéssel a kérdéssel, és nagyon sok esetben akár egészen odáig elmentek bizonyos médiumok vagy platformok, hogy elhallgatták az ugyanannan előkerült információkat. Elmondható az, hogy most is az a helyzet ismétlődik meg, mint akkor, hogy információk hiányában is levonnak bizonyos emberek, vezető, politikusok is akár olyan következtetéseket, amelyek még a legjobb esetben is elhamarkodottnak minősülnek, vagy túlságosan határozottnak a rendelkezésre álló információk fényében, mindeközben pedig, amikor esetleg majd később előkerülnek információk, akkor azok majd a háttérbe fognak újra szorulni? Megismétlődhet ez a helyzet? Alapvetően ez történik, és az a háborús kommunikációban alapvetően ez történik, és így most is. Tehát, hogyha később ez kiderül, hogy vagy egyre több olyan jel mutatja, nem csak én most így a kinek az érdeke logika alapján vezetem le ezt, hanem tények is elkezdik majd bizonyítani, akkor, akkor már másfelé fordul a média figyelme, Ugyan, nem ugyanolyan erővel fogja cáfolni azt, amit előző nap vagy az előző hetekben nem lehet tudni mikor állított, és, és fő, tehát a célt alapvetően kommunikáció szempontból eléri, hogy Oroszországon a bélyeg akkor is ott marad, hogyha ha aztán kiderül, hogy emögött nem az oroszok álltak, vagy emögött sem az oroszok álltak, sok minden mögött állnak az oroszok, de, de, de itt adott esetben nem, úgy tűnik. Viszont mondom, a kommunikációs célt így el lehet érni, és és utána már nem, nem szoktak vele olyan mélyen foglalkozni. Ezt mutatja jól az északi áramlatnak az ügye is, hogy sőt, itt egy ilyen frajdi elszólásban a déli áramlatot mondtam, vagy a déli áramlatnak a, az orosz védőhajó elleni támadással nagyon-nagyon foglalkozott a fősodor média. Én nem emlékszem. Ugye itt arról van szó, hogy elképzelhető, hogy török vizeken egy orosz naszáthajó egy ilyen védő feladatot, tehát a déli áramlat védelmét hivatott ellátni, hivatott orosz hajó ellen dróntámadást intéztek, ami előjátéka lehetett. Sok itt a feltételes mód, mert ugye nem következett be, a támadást elhárították, de hogy előjátéka lehetett egy a déli áramlat, tehát a török áramlat elleni hasonló támadásnak, mint ami történt az északi áramlatnál. És miért? Logikusak egyébként ezek a, az északi áramlat, vagy az ilyen objektumok, vagy vezetékek e, elleni támadások? Azért, mert a világrend átalakulásában, a háborúban ezek, vagy a, a befolyás szerzés szempontjából, még háborúig el sem jutunk már, ott, ott fontosak ezek, hogy kik uralják kik uralják a köztestereket, mondjuk a köztesterek, a tengerek, az információs tér, ugye, vagy a kibertér, a, akár a világűr, ha a tenger én uralom, a szorosokat én uralom, a kereskedelmi útvonalakat én uralom, én tudom fölrobbantani, vagy meggátolni, hogyha az érdekeimmel ellentétes mondjuk gázvezeték épül, vagy működik. Tehát e ezek ilyen szempontból is szörnyű és terrorcselekmények, de logikusan megmagyarázható cselekmények, nem elfogadhatóak. Tehát azért, azért időzök ennyit a, a logikánál és az érdekeknél, mert, mert itt is azt kell keresni, és ez visz közelebb az igazsághoz. Ugye most beszéltünk arról, hogy ki a háttérben, beszéltünk arról is, hogy milyenek a reakciók. A helyzetnek viszont magára a háborúra, illetve a két ország közötti viszonyra gyakorolt hatásáról mit lehet elmondani? Kijelenthetjük, hogy ez tovább eszkalálja a már amúgy is eldurvuló háborút, és tovább feszítheti a már amúgy is feszült helyzetet? Egyértelműen a billentik billenti ez nem kérdés. Tehát amikor ma reggel fölkeltem és láttam, láttam, a hírt, akkor, akkor azért az merült fel, az ötlött föl bennem először, hogy megint átlépett a háború egy, egy vörös vonalat, tehát nincsenek tabuk, dőlnek le a tabuk. Nagyon sokat beszéltünk már az el, elmúlt hónapokban, akár ennek a, a erő, vízerőműnek, ennek a gátrendszernek a fölrubbantásáról lehetséges szörnyű következményeiről. És, és, mindig abban bíztunk, hogy idáig nem jutnak el a fejlemények. Tehát az egyértelműen eszkaláció, egyértelműen a helyzet eldurbulása az, hogy, hogy, hogy itt nem ismernek már se Isten, se embert a, az érintett felek, mert, mert, mert a háború olyan szakaszában lép, hogy a győzelemért szinte bármit megtesznek. És én itt még egyszer csak remélni merem, hogy a zaporizsiai erőmű esetében ezt a vörös vonalat, vagy ezt a nem fogják átlépni, és nem döntik le. Mert ez is egy nagyon szörnyű már a gát. Ezt, amikor a gátat én emlékszem most, hogy ugyanezekben az adásokban, amikor hónapokkal ezelőtt fölmerült például, mikor a zsilip kaput kirobb, kirobbantották, akkor, akkor, azért annak argumentumaként emle, emlegettük, hogy ezek egy háborún belül is nem katonai célokat érintő, a civil lakosságot sújtó terror cselekmények. És arra hoztam példának annó, ezzel emlékszem, hogy nem csak Oroszország pusztítja a civil infrastruktúrát, hanem például Ukrajna is, Ukrajna akkor most hogy vissza hogy hogy amikor orosz területeket még sokkal kisebb mértékben lőtt mint jelen pillanatban, ott is civil infrastruktúrát lőtt, tehát amikor oroszországa a, a hőerőműveket, a a víz ellátó tehát a vízműveket, akkor a, az áramellátó rendszereket, vagy a, a vasutat, bármit, vasutat nem nagyon bombázott, vagy lőtt, akkor, akkor és ezt neveztük így egy szóval, hogy a civil infrastruktúra pusztítása, akkor mindenki fölháborodott joggal. Ugyanakkor azért fölhívtam a figyelmet, hogy a másik oldal is lövi és pusztítja a civil infrastruktúrát, és, és ott merült föl egyébként például a Novakahovkai gátnak a kérdése is. Az eskaláció szempontjából mit mondhatunk el a vezető politikusok reakcióiról, akár az Európai Tanács vezetőjének reakciójáról, hogy ez is az eskaláció fele visz? Ez is ugyanerre a világban Szintén az mimenti? eszkaláció felé lökik a, a, fejleményeket, és a még egy, hogy hiszterizálják, a közvéleményt. Egy ilyen egy ilyen eseményről értesülve a közvélemény össze, összeszorul a gyomra, összerezzen, megdöbben, hogy úristen, mik történnek, és ezek a reakciók még pluszban rombolják úgymond a a társadalmak immunrendszerét. Tehát ezért is felelőtlenség mindez. De hogy folytassuk azért abban a tekintetben, hogy és pár szót azért említ, tegyünk arról is, hogy Miért tartom én még logikusnak azt, hogy az ukránok lehettek, az elkövetők, mert ennek keresem benne a katonai logikát. Az egyértelmű, hogy az orosz ö, védműveket a Dnieper balpartján, ugye itt alá van aknázva, hogy ne tudjanak átkelni a Dnieperen, vagy ha átkelnek, akkor aknamezőre lépjenek. Ö, az orosz ö, védrendszereket egy ilyen áradás, mert elsősorban a balpartot árasztotta el, az gyengíti. Tehát, hogyha végig katonai logikát próbáltam, próbálok keresni, hogy mi lehet, hogy miért vetemedik valaki valamelyik oldal egy ilyen szörnyű, tényleg civilek, 16 ezer civil lakos életét fenyegető akcióra. És akkor azt kell mondanom, hogy, hogy olyan erős katonai érvet azért nem látok mellette, de hogyha valamilyen érvek vannak, az, azok egyértelműen inkább az ukránokat segítik. Mik, mik, ezek például? Ugye említettem, hogy a Nyeper balpartján, itt a Herszoni területen, és egészen föl Enerkodárig, vagy hofkáig, tehát az a, az oroszok védrendszereket építettek ki, aláaknázták, és itt akkor a, a, területeket, ezek most ilyen víz alá kerültek, és fölmerül az elemzésekben az, meg fölmerülhet bennünk az, hogy, hogy, alacsony kismerülésű csónakokkal áthidalható így az aknamező. Ugyanakkor azért azt is meg kell jegyezni, hogy, és itt ez, ez energodár, a többször megpróbált, tehát többször megpróbálták az ukránok energodárt bevenni, energodár, ahol, ahol egyébként a zaporizsiai erőmű van, tehát mellette közben energodár városát, vagy Enerhodár, hogyha ukránul mondjuk. Tehát, hogyha ezt nézzük, tehát akkor, akkor, akkor vagy egy, egy általában a nyeperen, hogy átkelhetnek Herson, a herszoni területen az ukránok, akkor akkor még egyszer mondom, hogy alacsony merülési csónakokkal az átidalható. De nehéz fegyverzetet nem tudnak vinni. Azért rengeteg csónak kell ahhoz, hogy megfelelő létszámot vigyenek el. Tehát mégse olyan erős ez, az, ez a katonai értelemben ez az érv. Tehát. Bocsánat. Bocsánat, ide beszúrnék még egy kérdést, ugyanis nem Attila posztolta azt, hogy a Novakahovkai gátat felrobbantották, vélhetően az oroszok, a gáttól délre áradás, felette apadás, a krím vízel látása miatt már nem kell aggódni, innen nem lesz víz, visszatér a 2022 előtti állapot, de az ukrán műveleteket ez hetekre akadályozni fogja mind a két irányban, Kelet felé is, mert a sáros Tómedren nehezebb lesz átkelni, mint motorcsónakokkal, ahogyan ezt eddig tették. Sok gát van még észak felé, egy tabu most megdőlt. Ha az oroszok lerombolják a nyepel gátakat, a keleti ukrán hadsereg utánpótlása jelentősen megnehezül. A gátperemek általában utak-vasutak is. Ez, ez igaz, tehát fölmer, fölmerült bennem is, hogy milyen válasz lehet, amennyiben igaz az a logika, vagy áll a logika, amit én, én mondok, hogy, hogy nem az oroszok voltak, akkor elképzelhető, hogy mondjuk az, a följebb lévő gátakat mondjuk Zaporizsianál berobbantják, akkor ráengedik a vizet Zaporizsia városára. Tehát ilyen durva válaszra még durvább válaszok jöhetnek. Egyébként pedig a, akkor mondok megint egy másik logikát, hogy hogy igen, ez is egy, egy, egy lehetséges forgatókönyv, amit itt a, a kolléga, a Demko kolléga az fölvázol, hogy ugyanakkor mondok még egyet, hogy ez elterelő hadművelet is lehet. A New York Times már azt írja, hogy, hogy el is kezdődött az ukrán ellentámadás, én még azért ezt nem látom. Tehát maradjunk annyiba, hogy véleményem szerint nem tartunk az ukrán ellentámadásnál, tehát hogy még az nem kezdődött el, de hogyha azt nézzük, hogy Belgorodnál, most Kahovkánál mennyire turbozódnak az események, egyébként Donetsknél. Ugye tegnap volt egy nagyobb ukrán támadás, és amelynek következtében több százukra halott is van, meg tízes nagyságrendben harckocsikat vesztettek, akkor azt egyértelműen láthatjuk, hogy én szerintem ezek mind-mind egy nagy ellentámadásnak az előkészületeinek a kontextusában értelmezhetők. Egyrészt az ilyen támadás volt Zaporizsia környékén is, tehát ezek a támadások egyrészt ilyen Felderítő jellegű az ellenfél gyenge pontjainak kipuhatulását célzó támadások lehetnek, ami Donetsknál és Zaporizsánál volt. A belgorodi inkább figyelemelterelés. De lehet a kahovkai gát felrobbanása, felrobbantása is egy olyan elterelés, hogy ide fókuszálja a figyelmet, és hogyha ezt a logikát végigvisszük, akkor meg kell nézni, hogy a, az egyébként ilyen ezer kilométeres frontszakasz melyik szakaszai csendesek. És hogyha ezt a logikát továbbviszem, akkor, akkor azt feltételezem, hogy ott következhet be a nagy támadás, ahol jelen pillanatban csönd van, nem történik semmi, amiről el akarják terelni a figyelmet. Ez jelen pillanatban Tokmak környéke, és miről van szó megint? Arról az irányról Tokmag meli, melitopol, tehát hogy a Krím irányába elvágják a szárazföldi összeköttetést, illetőleg a, ettől nyugatabbra és keletebbre lévő orosz erőket, hogy, mert ez lenne egy ukrán ellentámadásnak a leglogikusabb iránya. De annyit beszéltek már róla, és olyan védrendszerek, alakít, alakítottak ki az oroszok, hogy, hogy, hogy bármennyire logikusnak tűnik, minimum el kell terelni erről a figyelmet, de az is lehet, hogy más irányból kell támadni. Tehát, hogyha ha itt mindenhol mozog a front, csak éppen itt nem, akkor azt is egy logikus, abban is látok logikát, hogy hogy lehet, hogy pont erről akarják elvinni a figyelmet, és pont ott fog bekövetkezni a, a majd az ellentámadás, az igazi nagy ellentámadás. Egyébként pedig katonai értelemben nagyon is van logika abban, hogy az ukrán fél fel, felrobbantotta a kahovkai gátat. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy ez idáig a Gnieper alsó szakaszán, a, az igazi természetes védvonal maga a folyó volt, és éppen ezért az oroszok ide Herson környékére, tehát a Dnieper alsó folyására nem is telepítettek igazán komoly erőket. Kell az máshol is, gondolják, és joggal gondolták. Ezzel a lépéssel viszont az ukrán fél sakkot adott az orosz, orosz erőknek, hiszen uh, megnyitotta a lehetőséget uh, arra, hogy itt herszoni irányból, vagy Energodár felé, itt két irányról is szó van, uh, átkeljenek a nyeperen, tehát innen támadjanak. Tehát egy olyan irány, ami idáig nem tűnt egyáltalán katonai értelemben logikusnak, az fölerősödött. De egyébként nem is kell támadni, elég az, hogy, hogy ö, megvan a lehetősége annak, hogy innen is támadjanak, tehát az oroszok erőket kénytelenek átcsoportosítani erre a szakaszra. és, és akkor, hogyha megkezdődik az ukrán nagy ellentámadás, akkor nagyon fontos, hogy melyik frontszakaszon hány orosz katona van. Tehát amike, ö, azok az erők, akiket, amelyeket ide átcsoportosítanak, azok hiányozhatnak máshonnan. Ez az egyik dolog. De egyébként is miért lenne logikus, miért az ukrán támadást, ellentámadást ö, ö, veszélyeztetni egy ilyen lépés, vagy ez, hogy fölrobbant a, a gát, tehát vagy fölrobbant, vagy, vagy bedőlt, mindegy, szóval az, hogy, 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 ami történt, hiszen ne felejtsük el, hogy, hogy egy másik fontos érv, hogy a Nyeper balpartján az orosz erők, ahol vannak, ott védelme, védelmi állásokat alakítottak ki. Tehát a Nyeper folyó, mint természetes védelem mögött még ott volt egy védelmi vonal, tehát védelmi árkok, bunkerek, ezen kívül egy aláaknázott terület, és a, az ár, amennyiben visszavonul, ez a, ez a hirtelen rázódoló, az alsó szakaszra rázódoló ár, ez egyértelműen elsodorhatja a védvonalakat. Elsodorhatja, és el is sodorja feltehetően a, a ki, kiépített állásokat, belátható ide, ideig például bunkereket nem lehet használni, ez egy mocsaras terület lesz, elsodorja a, az aknazárat, és ezzel természetesen ez egy mocsaras terület, de hogyha ö, átkelésben gondolkodunk, akkor megkönnyíti az átkelés lehetőségét az, hogy, hogy itt a védelem megszűnt. Ö, tehát még egyszer hangsúlyoznám, hogy er, egyrészt erőt köt le ezen a szakaszon orosz oldalról, és ne felejtsük el, hogy az elmúlt időszakban Belgorod környékén, az a diverzáns akciókkal is orosz erőket kötöttek le, és általában az, hogy ennyire buzog a front minden szakasza, vagy majdnem minden szakasza, ez Oroszországot kényszeríti, készteti állandóan az események követésére, újabb lépésekre, és Mindazt, ami most is történt, én egyértelműen annak fényében értékelem, hogy ezzel is újabb lépést tettünk a háború tettek, a háború eszkalációja felé, és újabb lépést az ellentámadás megindítása felé. Egyébként meg még fölmerült szakértői ö, körökben az is, hogy Ugye addig, amíg nem vonul le az ár, és akkor, hogyha kisebb át, támadásokat akarnak végrehajtani az ukránok, akkor alacsony merülésű csónakokkal úgymond akkor is veszélytelenül átjuthatnak a nyeperen, hogy, hogyha ott aknamezők vannak alatta, és mondjuk nem mindegy sodorta el az ár. Tehát összegezve az egészet, ez egyáltalán nem az, az ukrán, Ö, ellentámadást akadályozza egy ilyen lépés, vagy az, ami most, az a helyzet, ami most előállt, hanem épp ellenkezőleg ez Oroszország számára sok helyzet, tehát erre lépnie kell, ö, erők, erőket köt le, és, és egyértelműen, egy, én egyértelműnek látom azt, hogy, hogy az ukrán fél Ö, ezzel, a, ezzel a lépéssel is valahol már a nagy ellentámadás készítette elő. Tehát most már elképzelhető esetleg majd a, az ár levonulása és némi száradás után, hogy ebből az irányból is támadjanak. Csapatokat kell átcsoportosítani ide, ahon, amelyek máshon hiányozni fognak. Tehát egy szó, mint száz, ö, Továbbra is csak azt tudom mondani, hogy ez katonai értelemben sem Ukrajnának árt, az ukrán kihívásokat növeli, hanem az orosz kihívásokat. Tehát logikusnak tűnik számomra továbbra is az, hogy hogy az ukrán fél a, a nagy ellentámadás részeként, előkészítéseként lépett ilyet, lépett. Arra az útra, hogy terrorista eszközökkel ö, próbálja nehéz helyzetben hozni az orosz erőket. Így frissen az események után az teljesen természetes, hogy mindenki találgat. Kevés az információ. Van, akinek bejön a, az ö, ö, logikája, bejön az ötlete, van, aki nem. Tehát ez, ez, ezt abszolút elfogadható. Ugyanakkor azt gondolom, hogy minél több olvasatot kell fölvetni, és, és nem úgy fölvetni, hogy, hogy ez a tuti biztos igazság. Hiszen a annyit beszéltünk itt ebben, már ebben a beszélgetésben is, hogy a média köde mi, mindent eltakar, hát a háború köde az alapvetően eltakar egy csomó dolgot, és nem tudhatunk dolgokat, csak feltételezhetünk, és, és logikai logikusan megpróbálhatjuk megtalálni, kinek, kinek állhatott az érdekében. Tehát én továbbra is úgy gondolom, hogy több érdek szól amellett, hogy az ukrán fél lépett egy ilyet, mint hogy az orosz fél. Tehát később ezt több információ birtokában feltehetően talán pontosabban megtudjuk. Várjuk a fejleményeket. Stír Gábornak, a moszkvatér.com főszerkesztőinek köszönjük, hogy itt volt velünk, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen.